Garajszky Margit már két mesekönyvvel is büszkélkedhet. Az egyik címe Bobula, amely az író saját gyerekkorán keresztül mesél el történeteket. A másik pedig Bartók és a fából faragott királyfi, amely szintén egy gyerekkori elbeszélés, mégpedig Bartók Béla életéből. Igazán egy klasszikus író-olvasó találkozó lesz, tehát bemutatom nekik a könyveimet, felolvasok részleteket, és hát, hogyha lesz kérdésük, akkor arra szívesen válaszolok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak reagálni a gyerekek. Igazán nagyon sok író-olvasó találkozón voltam, és eddig mindig meglepett, hogy mennyire érdeklődőek, figyelnek, és hogy mennyire élvezik a felolvasást is. Tehát, hogyha az író szájából hallhatják azokat a történeteket, amelyeket leírt, azokat a meséket, hogy ezt általában nagyon szokták élvezni, hát remélem, hogy így lesz ma is. Az író nemrégiben vehette át Pest megye nemzetiségekért díját, melyet a magyar és a szlovák nyelv közelítéséért és a sok fordító munkáért kapott. Nyilván megemlítem nekik, hogy a Bobula mesekönyvem az először szlovák nyelven jelent meg, illetve, hogy minden mesekönyvem a szlovák és magyar nyelven is olvasható. Ezt azért tartom fontosnak, mert hozzátartozik az írói attitűdömhöz, illetve az írói tapasztalatomhoz. Én Bartók Béláról is azért írtam mesekönyvet, mert Pozsonyban töltötte a gimnáziumi éveit többek között, és egy pozsonyi kiadó felkérésére írtam meg magát a mesét, tehát én ezer szállal kötődöm Pozsonyhoz és Szlovákiához, és ezt is általában nagy érdeklődéssel szokták hallgatni, sőt, pont Bartók Béla kapcsán előfordul, hogy néha énekelni is szoktunk népdalokat. Éppen Bartók Béla gyűjtötte ugye azokat a népdalokat, amelyek a Kárpát-medencében fellelhetőek, és hát rengeteg olyan népdal van, aminek nagyon, sőt, identikus a dallama, csak éppen a szövege más, magyarul vagy szlovákul van, úgyhogy még ezzel szoktunk egy kicsit játszani, hogy izgalmasabb betegyük az író-olvasó találkozót. Ezen az alkalmon két óvodás csoport volt jelen a Bóbita óvodából. A ficánkás és a mazsolás gyerekek találkozhattak Garajszky Margittal, és ismerhették meg mesekönyveit. Én nagyon fontosnak tartom a mai világban, hogy a gyerekek egyre több mesét hallgassanak, élő mesét, megismerkedjenek az élő mesével, a teljesen más, mint mikor a tévében, rádióban vagy a videón hallgatják ezeket. És nagyon örülök, hogy Margitka tartja nekünk ma a foglalkozást, mert ő az első óvisaim közé tartozik. Nem mintha olyan öreg lennék, de hát az első óvisaim egyike. És annak idején velük is már jártam gyerekkönyvtárba, még a régi gyerekkönyvtárba Dalma nénihez, és nagyon örülök neki, hogy azok a gyerekek, akikkel könyvtárba járunk most is, egyre többen jelzik vissza, hogy szülőkkel együtt jönnek és kölcsönöznek ki könyveket. Ezáltal nem csak azt tanulják meg, hogy vannak könyvek, új könyvek, mindig újabb, és hogy fogyasztó társadalom vagyunk, hogy csak megveszük a könyvet, hanem azt is, hogy lehet kölcsönözni, vigyázni kell rá, hogy a könyv érték, és minél több ember tudja használni, azért kell vigyáznunk rá. És így sokkal több mesekönyvet, mesét hallgathatnak a gyerekek, mintha otthon van nekik 5, 10, 15 vagy akár 30 könyvük, így folyamatosan tudják cserélni őket. A könyvtár egyre nyitottabbá válik az itt élő emberek számára, hiszen az ehhez hasonló találkozók mellett családi programokat is szerveznek rendszeresen. Hál' Istennek nagyon jó a visszajelzés, nagyon sokan iratkoznak be, nagyon sokan érkeznek, csoportok is, illetve hát az iskolákkal, óvodákkal továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot. Nagyon lényeges, hogy mozogjon a könyvtár, hogy itt legyen egy kis nyitottság. Március 23-án érkezik hozzánk Gerendás Péter, ő zenés verses előadással fog szerepelni nálunk, két előadása lesz 11 órakor és 17 órakor, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Itt a könyvtárban lehet kapni jegyeket az előadásra, áprilisban pedig a Versszínház érkezik vissza hozzánk.